Áldásbékesség, kedves testvérek! Isten igéjét olvasom, Jézus és a házasságtörő asszony történetét, a János Evangélium a nyolcadik fejezetéből, a tizedik verstől. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek téged el, menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd. Kedves testvérek, a mai történetünkben egy asszonyt visznek Jézus elé a templomba, akit házasság törésen értek. És az akkori törvények keményen elítélték az asszony tettét, halálbüntetés, megkövezés járt érte. Ma már nagyon idegen, sőt megdöbbentő számunkra ez a kegyetlenség, annak ellenére, hogy a házasságtörés ma is bűn, váló ok, kapcsolatok sérülnek meg, családok hullanak szét a következményeként. De az asszonyt nem azért viszik oda Jézus elé, hogy azonnal megtörténjen ez a szörnyű büntetés, hogy a kövezést lássa, hanem azért, hogy próbára tegyék őt hogy vajon mit mond erre a kényes esetre. Vajon a mózesi törvényeket fogja helyeselni és megerősíteni, de ebben az esetben eddigi saját életigenlő tanításait és tetteit cáfolná meg, vagy az ellenkezőjét teszi, ellent mond a mózesi törvénynek, és akkor azért lehet elítélni őt. A megalázott, középre állított nő tehát csak Eszköz volt ebben a Jézus számára készített csapdahelyzetben. A házasság törő nő, ha igaz volt a vád, akkor bűnt követett el, mai szavakkal, a kapcsolatát rombolta le a férjével. Bárki tudja, milyen élete volt férje mellett, és ki tudja, hogy ki volt a csábító. Mégis védke ellenére, milyen megalázó helyzetbe hoznak egy nőt, ez akkor természetes volt. Ma lehet, hogy feltűnőbb. Mégis más helyzetben, vagy éppen ehhez hasonlóakban a mai világunk sem különb. Kővel dobálás, ítélkezés, vádolás, kritizálás a mai világunkban is van bőven. Csak talán nem valódi kövekkel dobálózunk. Ma is a másra mutogatás, a mások középre állítása olyan természetes reakció sokszor, mintha levegőt vennénk. A vélemény nyilvánítás, mintha kötelező lenne. ítélkezés, kritizálás szavakkal, írásban, nyilvánosan interneten mindenhol ez megy. Úgy teszik ez sokan, mintha maguk tökéletesek lennének. Jézus pedig nem vitatkozik a törvény betűjén, csak hallgat és a földre ír, hogy mit ír, az titok, nem tudjuk. Jézus az asszonyt nem nyilvánítja bűntelennek, nem hirdeti ki a bűnbocsánatot sem. A nő valóban nem volt bűntelen, de Jézus válasza rámutatott a lényegre, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először az első követ. Annak kell elkezdeni az ítéletet végrehajtani, aki bűntelen. Csak az ítélhet, aki maga nem bűnös. Így itt csak Jézusnak van erre joga. Nem is marad ott más, csak Jézus és az asszony. De Jézus nem ítél, hanem új életre hív. Mert Jézus nem ítélni jött, hanem irgalmazni. Nem a bűnösök büntetését hanem a megtérésüket akarja látni. Vajon mi néha nem fordítva szeretnénk? De jó lenne Jézustól ezt is megtanulni, ítélkezés helyett irgalmazni, irgalmatlanság helyett hálát adni egymásért. Amen. Urunk, kérünk, tedd élővé bennünk ígédet. Amen.